Megkérdeztük, hogy az idősek, hogy mit kérnek, mert van, aki olyat kért, hogy sakkpartner, van, aki olyat kért, hogy valaki a postára menjen el, van, aki olyat kért, hogy beszélgetőtárs, és akkor olyanokat, hogy a diákoknál, most van ez ugye a fiataloknál, hogy úgy kapnak érettségi bizonyítványt, hogyha előtte egy hónapot mondjuk dolgoztak így, hogy segítenek. És akkor van például egy bácsi, aki az egy fiatal ember jár ki a gimnáziumból, és sakkoznak együtt. És akkor otthon fölmértük, hogy mit igényelnek, mit kérnek, és akkor segítünk. Mi kötöttünk egy megegyezést a CVA-val, és úgy van, hogy adunk egy kártyát. Akinek kicsi a nyugdíja, az kap egy ilyen kártyát, ez egy ilyen úgynevezett szociális 60 kártya, bemegy a CVA-ba, vásárol, 30%-kal olcsóbban, benne van az alapdolgot, eszene tudni, mondjuk párizsi, kenyér, mosószer, te, ilyesmi, és akkor így kifizetjük a 30%-ot a CVA-nak, és akkor megkapják olcsóbban, akinek alacsony nyugdíja azok. Örülök, hogy minden jót kívánok, jó egészséget. Köszönjük a megtiszteltetésért. Viszontlátásra, minden jót kívánok. Karácsonyban átlagon felül aktívak az idősek, rendkívül nyitottak az új dolgokra, rugalmasak, érdeklődőek, nincsen ilyen téren semmilyen probléma. Mindent megteszünk, nagyon sokat dolgozunk. A pedagógusok sokkal többen dolgoznak, mint a korábbi években. Uh-huh. Ez nem csak az órák számát tekintve, hanem összességében. Minden helyen fog épülni egy úszoda. Nekünk is van 60 ökömet úszodánk, ott a miénk ingyen úsztak. Annyira lefoglalt a hely, hogy már a környékbeli iskolák nem férnek be. Ezért most épül egy másik úszoda, és lesz vedve egy ilyen tanúszoda. Hát az már jobban színen van, mint hogyha most egy útból eljött. Ez a klasszikus régi kyúsú. Hát olyan. Ez műemlék, tehát ezzel mindig nehezebb bánni a műemlék. Műemlék? Ez mi volt amikor ilyen kúria jellegű valami? Kastély volt, úgyhogy... Igen. Uh-huh. Hát, kicsi a színpad, tudod, és közben ilyen belső átalakítások is voltak valamikor, aztán még most csak... Most novembertől most elavítottuk, most igazából festés kapott, a színpad új burkolatot kapott. Úgyhogy... Most ugye 20 éjjel járnak ide közfoglalkoztatás keretében a kompetenciára. Van most 2 kultúra és közfoglalkoztatott kollega, aki segít most itt a könyvtárnak a rendbetételében, bármivel most itt vannak napközben, tehát így délutára árul elsősorban ez a... Milyen korosztály jár általában a könyvtárban? Fiatalok főleg? Hát én azt mondanám, hogy az idősebbek. Idősebbek? Középkorúak, meg az idősebbek, akik nyugdíjasak, és azok még szeretnek olvasni, úgyhogy inkább az a korosztály. Igen. Szóval majd beszélünk. Akkor végeztek, és most lenne egész jó. Ez hogy van? A főkefe ugye az az állami. Az állami cég, a foglalkoztatás, a foglalkoztatást ők biztosítják. Ők biztos, itt meg ők pedig a lakóotthon, csak kimondottam. A lakóotthon pedig a ferencesek tartják, így van. Ez a játékvezető öltöző. Gondoltam. Ez egy összkomfortos, gyönyörű öltöző lesz, tehát az a termék. Na most azt akartam mondani, hogy ez önerőt... Nem, hát ez egy nagy épület. Tehát most úgy akarjuk átalakítani, hogy legyen mind a két oldalon két-két öltözővel. Hát van egy hatalmas nagy zuhanyzó, ami teljesen értelmetlen és fölösleges. És most azt csináljuk, hogy itt leválasztjuk. Hát itt leválasztjuk, és akkor itt még egy öltöző helyiséget kialakítunk. Ugyanez a másik oldalon tükörképe. Mintha 60-ban valamilyen kupán találkoztam volna karácsonyi gyerekekkel. Szoktak menni ezekre a kupákra, ezek az utánpótlás csapatok, persze. Szabó Zsolt képviselőrrel mindig is egy nagyon korrekt és egy együttműködő viszony volt, és azt mondom, hogy mai nap folyamán településünket annak egy kis szeretét tudtuk bemutatni, és egy olyan bejáráson tudtunk részt venni, ahol a kicsiktől az idősebbekig, idősebb korosztályig minden szeretet be tudtunk mutatni, és
egy remélhetőleg egy tovább jó együttműködés és egy gyümölcsöző viszony fog a településünkön így felmaradni, és köszönöm szépen képviselő úrnak azt a segítő szándékát, segítő lobby tevékenységét, amit az elmúlt időszakban is nyújtott, és nyújtani fog illetően, mint képviselő úr. Mindig három dolgot néz ilyenkor az ember. Egyik a civil szervezetek támogatása, a sportszervezetek. Voltunk itt a focipályán, néztük az öltözőt, a civil szervezeteknek a lehetőséget megteremteni minél nagyobb mértékben. A támogatás, pályázat itt a különböző civil alapokból, a működéshez, idősek klubja például. És a másik ilyen dolog az a önkormányzat épületeinek a felújítása, rendbetétele, iskola, a műfáz az egész szépen alakul, óvoda nagyon fontos, orvosi rendelő, ezek mind előttünk állnak. És hát a harmadik, az pedig a lakosság számára elérhető szolgáltatások fejlesztése. Most van folyamatban a csatorna beruházás, de mindenképpen célszerű olyan munkahelyet vagy munkahelyeket teremteni, hogy a helyiek itt karácsonyon tudjanak dolgozni.